Döntően bűncselekmény hiányában mentette fel a bíróság nem jogerősen Dávid Ibolyát, az egykori MDF volt elnökét, Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét és két társukat az UDZRT-vel összefüggő megfigyelési ügyben. A bíróság szerint Szilvási György törvényesen járt el, amikor az UD ügyben keletkezett hangfelvételeket átadta a Nemzetbiztonsági Bizottságnak. Dávid Ibolya pedig jogszerűen próbálta elhárítani az MDF életébe történő beavatkozási kísérletet. Vasvári Csaba bíró többször kiemelte, hogy törvényesen az alkotmány szellemében jártak el a vádlottak, ugyanakkor élesen bírálta az ügyészséget és szóvá tette, hogy a megvádolt politikusok riválisai, illetve egyes tanúk kifogásolhatóan jártak el és szavahihetetlennek bizonyultak a büntetőperben. Személyes adattal visszaélés büntette miatt emelt vádaló felmenti. A bíróság dr. Dávid Ibolya Márta harmadrendű vádlottat. Percekig sorolta a bíró azokat a bűncselekményeket, amelyeket nem követett el Dávid Ibolya, Szilvási György, Tóth Károly és Herényi Károly. Személyes adattal visszaélés, illetve kényszerítés volt a vád. Kezemben tartok egy hanganyagot. Még 2008. szeptemberében robbant ki az UDZRT ügy. Dávid Ibolyának és Herényi Károly volt MDF-es képviselőnek azt rótta fel az ügyészség, hogy ismeretlen helyről származó, titokban rögzített telefonbeszélgetések hangfelvételeinek nyilvánosságra hozásával visszalépésre kényszerítették az MDF 2008. szeptemberi tisztújításán elnökjelöltként, és így módon Dávid Ibolya riválisaként indulni akaró Almási Kornélt. Szilvási Györgyöt és Tóth Károlyt pedig azzal gyanúsították, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak kiosztották Kövér László és Demeter Ervin, akkori ellenzéki fideszes országgyűlési képviselők, egykori titokminiszterek, illetve az UDZRT egyik akkori vezetője közötti lehallgatott telefonbeszélgetés anyagát. A bíró többször elmondta, hogy törvényesen az alkotmány szellemében jártak el a vádlottak, ugyanakkor élesen bírálta az ügyészséget, hiányosnak, pontatlannak és egyoldalúnak minősítette a vádiratot. Szerinte a terhelő vallomást tevő tanúk pedig kifogásolhatóan jártak el, és szavahihetetlennek bizonyultak a büntető perben. A tanúk azon körének a vallomásait erős fenntartásokkal tudta a bíróság elfogadni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy én ugye kidolgoztam mondjuk azt hiszem, hogy a 30 oldalban az Almási Kornél és az ő támogatók tanúvallomásainak külső és belső ellentmondásait ebben az eljárásban. A perben az UDZRT vezetőit, korábban pedig Almási Kornélt is képviselő ügyvéd szerint furcsa, hogy a bíróság csak azoknak a tanúvallomását tartotta hitelesnek, akik Dávid Ibolyáék ártatlanságát erősítették. Így kicsit egyoldalúvá vált a bizonyítás, és egyoldalúvá vált az ítélet is. Ezt felül kell vizsgálni a másodfokú bíróságnak, a fővárosi törvényszéknek mindenképpen. Szilvási György volt titokminiszter szerint egyértelműen egy koncepciós per áldozata lett. Engem ide a vádottak padjára a Fidesz vezetése ültetett az ügyészségen keresztül. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem lenne szabad megengedni a demokráciában Magyarországon, hogy az ügyészség ilyen szerepet vállaljon. Dávid Ibolya azt mondta, hosszú éveket kellett várnia az igazságra. 4 éve vártam erre a napra, és 4 éve vártam erre az ítéletre. Tudtam, hogy semmiféle bűncselekményt nem követtem el, és azt is tudtam, hogy az ügyesség egy koncepció alapján folytat eljárást ellenem. Az ítélet nem jogerős, a per a fővárosi törvényszéken folytatódik majd.